Bedő Imrét kérdezem, aki a Teleki Vattai Kastélyban a Válságálló Közösségek címen ad előadást. És az lenne a kérdésem, hogy az úgy adja magát, hogy a jelenlegi helyzetben ez elég aktuális előadás lett, de hogy ez már korábban is megfogalmazódott ebben, vagy a mostani mai helyzetre reflektálva született ez a történet? Hát ez az abszolút a mai helyzetre, tehát az idén ugye előállt egy olyan helyzet, amiből az látszik, hogy hosszú válságra kell készülni, és egyik mesterségesen generált válság a másik mesterségesen generált válságot követi, és az emberek is megérezték azt, hogy valamit tenni kell, és keresik ennek a módját. És nem annyira egyértelmű válaszokat kapnak. Mi is ugye nyilván van ebben egyértelmű dolog is, amit mondok, meg van útkeresés is, mert mindent nem látunk mi se tisztán, de minden nap kicsit tisztában látunk, és azt szeretném, hogy ha már valakik elől járnak, én például sokat kutatom ezt a dolgot, akkor azt át tudjam adni, hogy ezt a látást talán össze tudjuk adni, és talán egy kicsit jobban fel tudunk készülni arra, hogy mi következik majd akkor, amikor lehet lépni, amikor már tudjuk, hogy mi a helyzet. Igen. És arról lehet tudni valamit, hogy mik ezek a lépések, egy-két ilyen fő pont, ami így a felé vezet, hogy ténylegesen ez a tisztánlátás megvalósuljon? Ugye egyrészt nyilván azt kell látni, hogy ez egy mesterségesen generált válság. És hogyha mesterségesen generált válság, akkor ennek kell legyen valamilyen céljának, és ezt a célt firtatjuk egy kicsit. És ebben olyan dolgok is vannak, amit el se tudtunk képzelni ezelőtt néhány évvel, hogy egyáltalán megvalósulhat ugye a mi országainkban, de el tudom mondani majd az előadás során, hogy ez bizony sajnos előállhat. És utána én azt látom, hogy a közösségépítést egy picit félreviszi az a gondolat, hogy sokan azt gondolják, hogy a közösségekre az önellátás céljából van szükség, tehát arra azért van szükség, hogy mindenki felszántsa a földet és megtermeljük a saját ételünket. És én azt állítom megalapozottan, hogy erre a városi tömegek nem lesznek képesek, nem csak ők maguk nem lesznek képesek, hanem a lehetőségek sem adottak. Tehát amikor közösségekben gondolkodunk, akkor nem az ételre kell gondolni, hanem az élet továbbadásának a közösségeit kell megszervezni. A férfiakat ugye férfivá válásra, a nőket nővé válásra, nevelő közösségek, a párokat összehozó közösségek, a gyermekeiket felnevelni bíró közösségek, olyan körülmények között is, amilyet ma még el sem tudom képzelni, tehát nagyon nehéz és súlyos körülmények között is. Tehát ezeknek az embereknek életmódváltásra lesz szükség. Valamilyen étel lesz, de az ételüket nem fogják tudni előállítani. És hogyha arra fókuszálnak, hogy önellátóak legyenek élet vagy étel szempontjából, akkor el fogják költeni a pénzeiket és el fogják veszíteni a vagyonukat. Ezt viszont, hogy ilyen sajta élet továbbadó, érték továbbadó közösségé váljanak, ezt ma el lehet kezdeni, de senkinek sincs kedve olyat elkezdeni, amit tényleg el lehet. Mindenki valami olyat akar elkezdeni, amit majd egyszer el kell kezdeni. Úgyhogy erről szeretnék a beszélni. És hogyha valaki el szeretné kezdeni, ehhez szükséges esetleg nem tudom, gazdasági vagy politikai ismeret, mert az úgy adott lehet egy válságszituációban, de vagy ez teljesen abszolút magánemberek számára is átlagos? Én azt gondolom, hogy nem, szükséges éppen ez. Ami szükséges viszont az a kultúránknak az ismerete. És a kultúránk ismeretét is elveszítettük, tehát nem nagyon tudjuk már, hogy mire való, mit tudunk a régiektől megtanulni. Azért írom a könyveimet is, mert abból meríthetünk olyan dolgokat, amiket ugye senki sem akar visszamenni a nagyapáink, nagyszüleink korába, mi sem. De rengeteg dolgot tudunk megtanulni abból, mert az emberi működés örök, az emberi közösségek működése is örök, és az értékek továbbadása mindig is komoly pillérként jelent meg, megtartotta az életeket. És ez is elveszett, hogy mik ezek az értékek, hogyan. Tehát erről hihetetlen sokat kell beszélni, és újjá kell építeni az érték tudást, az értékek mögötti filozófia tudását, az értékek tartalmi hátterének a felismerését. És értelmét, mert ma már csak azt tartják meg az emberek, amit értenek. Ha nem értik, akkor nem akarják csinálni. És meg kell tudni, ma már szavakban is meg kell tudni jeleníteni, mert a hagyomány nem elég, hogy csináld így, mert nagyapád is így csinálta. Ma már meg kell tudni mondani, hogy miért. Na ezzel kell foglalkozni ezekben a közösségekben. És azt így ki lehet jelenteni, hogy valamennyire az előadás, ezt gondolom, hogy sorozat, előadás sorozat. Tehát, hogy nem csak most itt ma adja elő, hanem ezeknek így lehet az a célja, hogy egyfajta, tehát a mai közösséget, mai társadalmi struktúrát kicsit megváltoztassa hosszú távon, visszanyúlva a korábbi értékekhez?
Hát illetve az örökértékekhez viszonyulni szeretném, és azt gondolom, hogy... Amik jelenleg nincsenek olyan prioritások. Így van, és hogy ezek az emberek, akik ide jönnek, ők olyan emberek, akik aktívak, és érdeklődnek, és szervezkednek, és hogy őket töltsük, illetve velük kezdjünk el ez egy azonos hullámoszon lenni. Tehát őnekik kell az információ, az előjáróknak kell először információ, és utána követik őket a többiek. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Szórakozó Magyar Estek 19. előadásán. Ma esti vendégünk Bedő Imre úr lesz, és egy kicsit rendhagyó módon egy idézettel hagyj kezdjem ezt a estét. Juhász Juditnak a hitvallásával találkoztam a minap. Szólalj meg, és én megmondom, hogy mennyire becsülöd meg ajándékba kapott magyarságod. Azt hiszem, ez sok mindent elárul. A Magyarok Szövetségének a idén még 21-én lesz egy programja a Tiszadombon, a tűzgyújtás. Most az idei 21-én, december 21-én napforduló, egy nagyon különleges csillagállás lesz. Ezért, aki további és ideje engedi, este 6 órától várjuk a Tiszadombon. Jövőre is szeretnénk folytatni a magyar esteket. Szokás szerint minden második csütörtökön. Az előadók még azokkal még az egyeztetés folyik, tervben van, hogy újra meghívjuk Földi László urat, Zukics Ferenc urat. Némi gondolatom van, hogy esetleg meghívom dr. Vitályos Eszter asszonyt, ugye államtitkár asszony és egyben a képviselőnk. A most indított közösségek témakört szeretném ezekkel az előadókkal is tovább bővíteni. És hát most akkor megkérem Bedő urat, hogy a Válságálló Közösségek címmel mondja, hogy mit gondolt ma estére. Ja, bocsánat, még annyit, hogy kérem mindenkit, hogy az előadás végén vissza tudja kapcsolni a telefonját, kapcsolja most ki, legyenek olyan kedvesek. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen a lehetőséget is, hogy végül is otthon vagyok, mert 14 éve Komázon élek. És az egész Kárpát-medencébe adtam már elő, csak Komázon. És külön örülök, hogy ilyen értelemben egy olyan társaság előtt beszélhetek, akik keresik a megoldásokat, akik aktívak, akik gondolkodnak, és ilyen értelemben talán minden nehéz helyzetben kell egy olyan társaság, aki elől megy. Ezek ugye az előjárók. És az előjárók azok nem a főnökök, hanem azok, akik előrébb tekintenek, és próbálnak a ködbe is eligazodni, próbálják feltárni azokat a járatlan utakat, amik még senki sem járt, azért, hogy mások tudják őket követni. És az emberek várják is azt, hogy legyenek ilyen típusú előjárók, és ma az előjáráshoz bizony nagyon-nagyon nagy kutató munka kell, nagyon-nagyon sok gondolatot kell összerakni, mert aki azt állítja, hogy pontosan tudja, hogy mi a helyzet, az nem mond igazat. Hihetetlen bonyolult, kusza, ködös világ lett, és nagyon-nagyon vigyáznak arra, hogy 100%-ig ne tudjuk, hogy mi a helyzet. De azért elég jól összekezd állni egy bizonyos kép, és ez a kép eléggé riasztó. Magamról annyit mondanék, hogy én csíkszeredai születésű vagyok, közgazdász, aki korábban banki voltam, én ilyen politikus is, mert a 90-es évek közepén diákvezérek voltunk, mi szerveztük a bokros tüntetéseket annak idején, meg verekedtünk a Magyar Bálint féle kormányzattal, és tehát én országos diákvezérként a parlamentben
törvényeket módosítottunk, mindenféle harcba benne voltunk, nem mentem politikai pályára, habár ugyanazt ajánlott az akkori Fidesz és az akkori MSZP is ajánlatot tett. Valamiért akkor az volt az ajánlat, hogy két év amerikai kiképzés, ezt ösztöndíjnak hívták, és gondolom ugyanaz a hárombetűs kiképzésen kellett volna részt venni, hogy az ember utána politikai pályára menjen, de nem szerettem volna ezt a dolgot, és ezért elmentem a közgazdaság egyetem után banki szférába, utána 26 évesen egy nagy gyár élére kerültem, és egy nagy gyárat vezettem vezérigazgató helyettesként. Onnan, amikor eljöttem, akkor a saját vállalkozásaimat csináltam meg, és amikor 40 évesen már a családom is megvolt, meg ezekből a vállalkozásokból szálltam ki, akkor gondolkoztam, hogy vajon mi véget volt ez a nagyon erőltetett tempóba való fejlesztésem odafentről. És közben bejártam Kínát, Tibetet, Nepált, Indiát, Pakisztánt, világot ilyen nagyon olcsó átizsákos módon a egyetemista koromtól kezdve később is. Rengeteg tapasztalásban tudott részem venni, és 10 évvel ezelőtt vágtam bele a Férfiak Klubja nevű társadalmi szervezet megalapításába azért, mert arra jöttem rá, hogy amikor azt nézzük, hogy a világ megy tönkre, és hogy minden siklik ki a kezünk közül, és hogy egyre gyengébb jövő nemzedékek állnak ki mögöttünk, akkor ebben a férfiakat ismét csatába kell szólítani, mert a modern világ a férfiakat a valójában észrevétlen, nem is tudták, néhány nemzedék alatt a munkahelyekre állította a csatarendbe, és teljes mértékben, nagy mértékben hiányoznak a családokból, a jövő nemzedék felneveléséből, a férfinő szövetségből, és ezzel párhuzamosan elvész a társadalomból mindazt, amit a férfiak adtak hozzá. Az egész férfi karakter, sőt, ugye a modern világban a férfi jelleg üldöztetés alatt áll, csak is a negatív dolgokkal van azonosítva, hogy a férfiak azok csak a kisajátítás, az agresszió, az erőszak, a mindenféle ilyen negatív dolognak a hordozói, ezért a fiúk már nem is akarnak azonosulni ezzel a férfiassággal, nincs is férfi képük. A férfiak kiestek ugye a családokból, rengeteg válás van, több mint ugye 65-70% a széteső családok aránya, tehát ezt úgy kell venni, hogy nagyjából fele válik el azoknak, akik összeházasodnak. De aki nincs benne a házassági statisztikában, az nem tud a válásiba se benne lenni, tehát az élettársi kapcsolatok szétesésével együtt azok a gyermekek, akik megszülettek, azoknak 60-70%-a nevelkedik vagy apa nélkül, vagy olyan apákkal, akik jönnek, mennek, vagy ilyen, ugye ilyen másfajta konstrukcióban. A férfiak elhagyták a pedagógus pályát is, tehát a gyermekek ott sem lelnek férfi mintára, és itt a férfiaknak, lányoknak is kellene férfi minta, és a maradék férfiak túl sokat dolgoznak, tehát ezt az egész férfi dolgot újra kell építeni, és ennek fogtam neki, ez most viszonylag ahhoz képest, amennyi erőt ebbe bele tudunk tenni, ahhoz képest jól haladt, tehát most már azért több millió embert érünk el ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a tartalmakkal, és a képzéseinkkel, és rengeteg-rengeteg család indult el, rengeteg család maradt együtt, és ennek a férfi ügynek a képviselete jövőre lesz 10 éves. A könyveim is lényegében erről szólnak. De ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azt, hogy mikor ezt a karaktert megjelenítjük a világba, akkor azt is ezzel együtt meg kell jeleníteni, hogy nekünk dolgunk értelmezni, tudni, hogy mi történik körülöttünk. Mert akkor tudunk támaszaivá válni azonnal a közösségnek, akik ránk vannak bízva, egyáltalán akkor tudunk felelősséget vállalni valakikért, hogyha vesszük a bátorságot ahhoz, hogy körülnézzünk, kiemeljük a fejünket a habokból, és merjük megnézni, hogy milyen világban vagyunk, és merjünk döntéseket hozni, mert én amikor ezt a nagy céget vezettem 26 évesen, akkor azt tanultam meg, hogy döntéseket hozni kell. Ugye, ha nem hozunk döntést, akkor az egész rendszer megáll és várakozik. És annál rosszabb nincsen, mert akkor mindenki bizonytalanságba kerül, félni kezdenek, egymást kezdik marni az emberek, nem tudják, hogy mi legyen. A döntés mindig kibillenti álló helyzetéből, vagy mozgásban tartja azt a bizonyos társaságot, akiről éppen szó van. És azt tanultam meg, hogy a legrosszabb a nem döntés,
dönteni kell, és ha rosszul döntünk, majd kijavítjuk. De nem kell félni a rossz döntéstől se, hogy azért nem döntünk és totoljázunk egész nap, hogy vajon rosszul fogunk-e dönteni. A legjobb tudásunk szerint döntünk, és utána a legjobb tudásunk szerint kijavítjuk, és így tudunk előre menni. És ezek nagyon egyszerű régi tudások, amit megint valamilyen módon fel kell hozni.